Köszöntök mindenkit! A mai témán kisémia, agy és gerincfelő tekintetében lesz. A stroke típusai, illetve epidemiológiáját tekintve, isémia stroke az 85%-ban, hemorágiás pedig 15%-ban fordul elő. Az isémia stroke 15-30%-ban kardiogén embolizáció, 45%-ban aterosklerotikus eredet, 30%-ban lakunáris stroke, 10%-ban idiopátiás vagy ritka etiológiájuk. A harmadik leggyakoribb halálok Magyarországon, és évente 40-50 ezer ember kap sztrókot, ami azt jelenti, hogy körülbelül 10 percenként egy beteg kórházba kerül miatta, valamint minden fél órában meghal egy ember. A korai halálozás is émi a sztrók után körülbelül 12-18%, ami azt jelenti, hogy 4 héten belüli. A képalkotás szerepe akut sztrókban. El kell döntenünk, hogy isémiás vagy hemorágiásról van-e szó, az érrendszert fel kell mérjük. Korai és gyors észlelés szükséges az időablakok figyelembevételével, vérök kimutatása, hogy lehetővé váljon a trombus közvetlen feloldása vagy eltávolítása. Az irreverzibilisen károsodott agyterület elkülönítése a penumbrától egy nagyon fontos feladat. Mi is az a penumbra? Ahol a perfúzió nem csökkent a fatális 10 ml per 100 g per perc alá, illetve az infarcellált terület környezetében lévő morfológiailag intakt, de reverzibilis funkcionális károsodás szenvedett terület. Az isémiás stroke időfaktorai. CT tekintetében 24 óra, finom jelekkel azonban 1-2 óra lehet. MR rutin módszerekkel T2 és FLER körülbelül 1-2 óra, CT perfúzió, MR diffúzió és perfúzióval fél óra, diffúzió esetében pár perc is lehet. A stroke CT jelei. A hiperdenz artéria jel, szürke áramlánydenzitás csökkenése, ezen belül törzsdúcok elmosódása, inszuláris kortex hipodenzitása, kortex és fehér áramlány határának elmosódása, illetve a térfoglaló hatás. Ezen belül felszíni szulkuszok komprimálódhatnak, az oldalkamra enyhén deformált lehet, és középvonali áttolás nincs. A hiperdenz artéria jel. Artéria cerebri média trombus vagy embolus következtében jöhet létre. Ezen a CT angiográfián látható a bal oldalon a bal oldali cerebri média okklúziója, nyíllal jelölve, hiperdenz artéria jellel, illetve belőle készült rekonstrukciós kép. A törzsdúcok elmosódása. A képen a nucleus lentiformis elmosottsága látható, cerebri média elzáródás esetén szintén az egyik legkorábbi jel és a leggyakoribb. Az inszuláris szalag hipodenzitása. Az inszuláris kortex hipodenzitása és duzzanata látható, cerebri média okklúzió esetén szintén egy korai jelről van szó, és ez a régió isémia szempontjából nagyon érzékeny, mivel a kollaterálisoktól elég távol helyezkedik el. A kortex és fehér áramlány határának elmosódása, felszíni szulkuszok komprimálódása. Képen látható, hogy alacsony denzitású parenhima, szürke és fehér áramlány határai elmosódnak, és a szulkuszok az érintett terület felett az ödéma következtében elsimultá váltak. MR vizsgálat alkalmazása akut stroke esetén, PT, T2 súlyozott és FLER-en az infarktust magas jelintenzitásként ismerhető fel, 24 órán belül a 80%-ukat képes detektálni. A képen T2 és FLER szekvenciákon hiperintenzitás látható, a cerebri média területén a nucleus lentiformis és inzuláris kortex érintettségével. Az akut fázisban a T2 súlyozott képeken nem látunk intenzitás fokozódást, azonban hiperintenzitást a 7. és 30. nap között megfigyelhetünk. Diffúzió súlyozott képeken már az akut fázisban is mutatja az elváltozásait, a 7. napig eléri a maximumát, és akár 3 hétig pozitív lehet. Az ADC alacsony szignálintenzitású, mely maximumát 24 óra körül éri el, és intenzitása magas lesz a krónikus fázisban. Biológiai alapjai a stroke képalkotás jelveinek. Ugye az agyi perfúzió lecsökken, ezt ki lehet mutatni CT perfúzióval, illetve perfúzió súlyozott szekvenciával MR-rel. Másik elv pedig, hogy az ATP szint lecsökken, nátrium-kálium pumpák ennek következtében leállnak,
intracelluláris citotoxikus ödéma kialakul, az extracelluláris folyadéktér csökken, és ez a diffúzió gátlását eredményezi multifázisos CTA-val, illetve diffúzió súlyozott képekkel, erre ki lehet mutatni. Az akut vaszkuláris léziók a diffúzió súlyozott felvételeken csökkent diffúzióra jellemző magas jelintenzitást mutatnak. Perfúziós súlyozott felvétel iszémiás, alacsony vérellátású az esetek döntő részében nagyobb kiterjedésű területet fog demonstrálni. A diffúziós súlyozott a citotoxikus ödémával jellemezhető, az infarktus következtében elhalt általában kisebb állományrészletet azonosít. Felvételeken látható kóros eltérések különbsége, azaz mismatch, nagy valószínűséggel az iszémiás penumbrának felel meg. Tehát el kell döntsük, hogy van-e még trombolízissel megmenthető penumbra, vagy a trombolízis alkalmazásakor vérzéses komplikációk felléphetnek el. Előbb említettük, hogy a diffúziós súlyozott képeken és a perfúziós súlyozott képek különbségéből adódik az a terület, amit penumbrának fogunk nevezni. Javasolt protokoll. A penumbra vizsgálatok prediktív értéke nem ad biztonságos alapot mechanikus trombektómia indikációjához, ezért natív CT aspekt szerint szükséges. A vizsgálatot a forámen magnumtól a koponyatetőig fogjuk elvégezni. Vastag 5 mm-es és vékony 1,5 mm-es axiális szeretek készülnek az orbitum által is vonal síkjára döntve. Az iszémiás károsodás kiterjedésének meghatározása szintén fontos. Aspect score-ról bebizonyosodott, hogy eredménye korrelál a stroke kimenetelével, a vérzéses transformáció és a malignus média okklúzió valószínűségével, illetve megbízható módszer az intervenciós kezelés indikációjában is. Aspekt 5 felett mechanikus trombektómia indikált. Ez a score rendszer az iszémiás károsodás kiterjedésének meghatározására alkalmazható, azonban csak a cerebri média teritoriumára vonatkozik. Az ellátási területet 10 részre lett felosztva, struktúránként egy pontban határozták meg, és a maximális 10 pontból a stroke esetén le kell vonni annyit, ahány régió érintett. Meghatározásakor az egész agyat, az összes szeletet értékelni kell. Azonban két reprezentatív szelet kijelölésre került, egy a törzsdúcok síkjában, egy pedig az oldalkamrák felső szintjében, így ezeken bejelölve az iszémia kiterjedése ránézésre egyértelmű lehet. Kollaterális keringés megítélése. Három fázisban készül helikális adatgyűjtés, multifázisos CTA aspekt szerint, és a MIP képeken a kóros oldal perifériás érfestődésének intenzitását és kiterjedését viszonyítjuk a normális ellenoldalhoz. A vérellátási területekről néhány szót. Az artéria cerebelli posterior, inferior, melyet kékkel jelöltem, az inferior occipitális felszínét látja a cerebellumnak. A cerebelli superior, egy szürkével lett jelölve, cerebellum superior és tentoriális felszínét látja el. Az artéria vertebrális és bazilláris ágai a medulla oblongátát látják el, világos kékkel jelölve, azon belül is a vertebrális fogja ellátni, és a pons, sötét zöld eljelölve. Igen, akkor az artéria choroidea anterior, kék, világos kékkel jelölve, a hippocampuszt, a kapszula interna hátsó részét, a cella media posterior részétől laterális területet látja. A lentikulos triáta, ezen belül is a laterális lentikulos triáta narancssárgával jelölve, mely a cerebri média ága lesz, a legtöbb baziális ganglion ellátják. A mediális lentikulos triáta sötét pirossal jelölve, a cerebri anteriorból ered és a Hoyners artériák a legnagyobbak közülük, melyek a caudatus fejet és a kapszula interna anteroinferior területét látják el. A cerebri anterior pirossal jelölve, a mediális felszínét, a frontális és parietális lebeinek, a corpus callosumot, a bazális ganglionokat és a kapszula interna anterior területét látja el. A cerebri média citromsárgával jelölve, a kortikális ágak a laterális felszínét fogják el a hemiszfériumnak, a cerebri posterior, P1 szakasza a Willis kör alkotásában vesz részt, a posterior perforáló ágai ellátják a középagyat és a talamuszt. Kortikális ágai pedig az inframediális részét a temporális lebeinek, az occipitális pólust, a vizuális kortexet és a corpus callosum spléniumát.
A bazális ganglionok vérellátása az előbb említett részletezve egy kicsit. Első esetünk. A baloldali cerebelli posterior inferior infarktusa látható ezen a területen, és amely diszekció következtében jön létre. MR-en szintén ez az eset látható, és az is megfigyelhető, hogy unilaterális infarktus esetén minden esetben egy középvonali éles elhatárolás megjelenik, mivel a szuperior ágai nem lépik át a középvonalat. A korai szakaszban diagnosztikai nehézséget okozhat azonban a középvonalat átlépő ödéma. Második esetünk. A cerebri média kortikális, illetve mély penetráló ágai ismertek. A cerebri média infarktus során a mély penetráló ágak által ellátott terület az lehet érintett, illetve megkímélt is lehet. Az alábbi T2 súlyozott képen látható, hogy a penetráló ágak is érintettek. Egy mély területen is láthatjuk a hiperintenzitást. Harmadik esetünk. Ismert mély vagy proximális artéria cerebri posterior infarktus, illetve a szuperficiális vagy disztális típusa is. Az első esetben és émiatt okoz a talamuszban is, a középagyban, illetve a kortexben. A második esetben csak a kortikális struktúrákat fogja érinteni. Az esetben látható betegnél akut látásvesztés alakult ki a jobb látótérfélben, és a CT-n láthatjuk is a kontralaterális vizuális kortex infarktusát. A Watershed infarktusok a nagy cerebrális artériák határzóna területein hipoperfúzió eredményeként jön létre. Két mintázat ismert. Az első az a kortikális határzóna infarktusok, melyek a kortex és a szomszédos szubkortikális fehér állomány, cerebri anterior és cerebri média, illetve a cerebri média és cerebri posterior határterületein alakul ki, illetve a mély vagy belső határzóna infarktusok, melyek a mély fehér állományi infarktus a centrum szemiovale és a korona radiáta határzóna területein, a lentikulos triáta és a cerebri média mély penetráló kortikális ága közötti határterületén, vagy a cerebri média és a cerebri anterior mély penetráló ágai között található határterületen fog kialakulni. Negyedik esetben ezt figyelhető meg, a beteg jobb karotis interna okklúziója következtében Watershed infarktus látható a CT felvételeken, jobb oldalon multiplex belső határzóna infarktusok azonosíthatóak lesznek. Gyakori eltérés, mely láthatjuk, hogy indokolja a sürgős karotis vizsgálatot. Következő esetünk, a jobb hemiszférium kisméretű infarktusai láthatók a mély határzóna területeken, két nyíllal jelölt területek, illetve a cerebri média és a cerebri posterior határzóna területein kortikálisan kialakult infarktus. Piros nyíllal jelöltem a jobb karotisz okklúzióját. Lakunáris infarktusok. Kisméretű infarktus a mélyebb területeken és az agytörzsi területeken is kialakulhat. Mély penetráló artéria okklúziója fogja okozni, és ischémiás sztrókok 25%-áért felelős. Leggyakoribb oka az ateroszklerózis, melyet az embolusok követnek, 25%-ban kardiális eredetre visszavezethető. Ebben az esetben látható a T2 súlyozott és FLAIR felvételeken a bal talamusz lakunáris infarktusa, azonban FLAIR-en az infarktus nehezen azonosítható, kisméretű, enyhe hiperintenzitás látható. Lakunáris infarktus vagy véres kiszélesedés. A lakunák összetévezhetők tágult perivaszkuláris terekkel, Phil-Hogan-Robin térrel is. A véres az a szubarachnoidális tér tágulata, ami az agyállományba lépő ereket fogja kísérni. Axiális MR felvételeken látható a komisszura anterior környezetében, főleg fiatalok esetében. Baloldali CT és MR felvételeken a komisszura anterior szintje látható. A CT-n egy hipodens terület azonosítható a jobb oldalon, mely T2
és flare felvételeken jelintenzitás alapján cerebrospinális folyadéknak felel meg, ami jellemző a tágult VRS-re. Tia. Amennyiben a neurológiai kórjelek 24 órán belül megszűnnek, átmeneti agyi vérkeringési zavarról beszélünk, WHO definíciója alapján, és a diffúziós súlyozott képekkel azonban az esetek több mint 50%-ában szövetsérülést is igazolhatunk, tehát igen, fontos lenne ezt is alkalmazni TIA esetében. A gerincvelő isémiáról néhány mondatban. Az akut mielopátiák 5-8%-át fogják okozni, a sztrókok kevesebb, mint 1%-át teszik ki. Gyerekkorban trauma és kardiális malformáció a leggyakoribbok. Felnőtteknél ateroszklerózis és a velejáró komplikációk eredménye lehet. A prognózis az igen rossz lesz. A tünetek maximális intenzitással a páciensek több mint 50%-ánál megjelennek az első 24 órában. A kezdeti tünetek erős hátfájdalom, inkontinencia, és az első tünet általában szenzoros. A további neurológiai tünetek azonban változatosak lehetnek az érintett területtől és szintől függően. Két nagy csoportra oszthatjuk, az arteriaszpinális anterior szindrómára és az arteriaszpinális posteriorra, az előbbi a bilaterális, az érintett szint alatti paralízis is kialakulhat, fájdalom és hőérzet kiesés, a propriocepció és vibráció észlelés relatív megkímélt lehet. Az utóbbinál általában unilaterális lesz, sérülés szintjében teljes szenzoros kiesés, és kisfokú tranziens motoros tünetek megjelenhetnek. A spinális anterior szindróma általában mindkét oldalon érintett az anterior, illetve a centrális terület, és az előső szarv sejtjénél magas T2 szignált azonosíthatunk, mely ceruzaszerűen magasabb szintekre terjed, amit axiális síkban két fényes pontként láthatunk, ez lesz a vagóiszemjel. A spinális posterior szindróma unilaterális, általában a dorzális kolumnára korlátozódik, az A ábrán láthatjuk a bal hátsó posterior területen az infarktust, a B ábrán láthatjuk, hogy a lézió a C1-es szintre fog korlátozódni, a C ábrán látható, hogy a bal hátsó szarv szürke állományát, a hátsó kolumna laterális részét és az oldalsó kolumna posterior területeit fogja érinteni. Diagrám pedig ez sematikusan ábrázolásra került. Köszönöm szépen a figyelmet!